Nehezen indult a mérkőzés a hazai csapat számára, a kisvárdaiak nem nagyon találták a kapuhoz vezető utat, bő negyed óra elteltével még csak 3 találat állt a házigazda neve mellett az eredményjelzőn. A védekezésen nem volt gond, de így is 4 gólos hátrányba került a szünetig Vlatko Donovic együttese. A második játék része egy egészen más várda futott ki, elkezdett működni a támadójáték, így 12 perc múltán már egyenlő volt az állás. Továbbra is gólszegény volt a mérkőzés, de a vezetést magához ragadó kisvárda őrizni tudta előnyét, és a 19-17-es siker azt jelentette, hogy Zsinórban 5. bajnoki meccsén is győztesen hagyhatta el a pályát Gyanovics mester csapata. Az első fél időben nagyon rosszul játszottunk, 8 lövésünk is elkerülte a kaput. Ezzel szemben a Fehérvár nagyon jól játszott, és 4 gólos előnyre tett szert. Szünetben megbeszéltük az öltözőben, hogy sokkal keményebben kell védekeznünk. A második fél időben teljesen másképpen játszottunk, akkor már 100%-os teljesítményt nyújtottunk. Köszönöm a játékosoknak, hogy megnyerték ezt a mérkőzést. A vendégek edzője szerint játékosai második félidei fegyelmezetlensége okozta azt, hogy nem tudták megőrizni az első játékrészben szerzett előnyüket. Az első fél időben azt gondolom, hogy minden momentumban egy lépéssel előrébb jártunk, mint a kisvárda, és gyakorlatilag ez a kapott gólok számát abszolút mutatja. Védelemben is, kapus poszton is azt gondolom, hogy egy nagyon komoly félidő volt. A második félidőben számomra teljesen értetetlen módon megnyitottuk a falat, amit megbeszéltünk, hogy gyakorlatilag egy nagyon zárt védekezést fogunk csinálni. Fegyelmezetlenek voltak a játékosok, amennyire fegyelmezettek az első félidőben, annyira nem a másodikba, és egy-egy embert elvitt a hév, és nem tudott fókuszálni a feladatra. Tudtuk, hogy nagyon-nagyon nehéz mérkőzésünk lesz, hiszen azért egy kiváló csapat a Kisvárda, és azt gondolom, egy nagyon komoly mérkőzést is játszottunk. Az NB1 tabelláját a 32 pontos Győr vezeti, megelőzve a 30 pontos, de 2 meccsel kevesebbet játszó Ferencvárost. A 17 pontos Kisvárda a 6. helyen várja pénteki budaörsi fellépését.